Bejelentette indulását a főpolgármesteri posztért Fitézi Dávid, majd rögtön vitára is hívta ellenfeleit, és éles kritikát fogalmazott meg valamennyi indulóval szemben. Vitézi szerint Karácsony Gergely mindent a kormányra próbál kenni. Bírálta Lázár Jánost is, aki szerinte nem sikeres közlekedési miniszterként. A stúdióban Fitézi Dávid. Itt van tehát Fitézi Dávid, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy civil szervezet, egy politikai párt. A civil szervezet az önmaga valójában, a politikai párt pedig az LMP, amelyik olyan, mintha kitalálta volna az, hogy önből legyen főpolgármester. Az LMP-től jött az ötlet? Megkeresett az LMP is ezzel, de már a 2019-es főpolgármesteri kampány idején is fölmerült az, volt olyan ma parlamenti párt is, amelyik ezt felvetette, voltak szakértők, civilek, akik ezt felvetették, hogy próbálja meg és induljak el, akkor ezt nem láttam időszerűnek, nagyon más dolgokkal foglalkoztam. Most viszont nem ez a helyzet. Van bennem egy nagyon-nagyon erős csalódottság amiatt, ahogy a budapesti ügyek mennek. Ez nem Karácsony Gergely főpolgármesteri munkájáról szól kizárólag, hanem arról is legalább ennyire, hogy a kormány kezeli Budapestet. Összességében azt látom, hogy miközben a hozzánk hasonló európai nagyvárosok elhúznak mellettünk, most nem is Bécsről beszéljünk, mert az már alig van látótávban, hanem Prágáról vagy Varsóról, hogy milyen léptékben fejlődnek a közparkok, a közterületek, a metróvonalak, milyen léptékben tudnak megfizethető lakhatást biztosítani az ott élőknek. Ahhoz képest Budapesten mi olyan szintű pártpolitikai csatározásokat látunk, amik méltatlanok ehhez a városhoz, mindenki egymásra mutogat, egy ilyen üres lájkbajnoksággá változott az egész budapesti politika, és a két nagy országos pártpolitikai tömb, a Fidesz és a kormányzat, illetve a hivatásos ellenzék, mondjuk így, Budapestet egy olyan fajta ilyen csatatérként kezeli, ahol le lehet játszani a különböző meccseket. Azt modellezte, hogy mi van akkor, hogyha megnyeri a főpolgármesteri viadalt, és ott van egy olyan közgyűléssel a háta mögött, ahol ugyanez a pártpolitikai közeg néz önnel szemben. Az egyik oldalon a Fidesz, a másik oldalon az ellenzék különböző pártjai, és az ön feje fölött dobálják egymásnak a habostortát. Hát épp ezért indulok el, hogy ehhez képest tudjunk egy alternatívát kínálni, és épp ezért vezetek listát is, ezért állítottunk egy olyan listát, ami nem kötődik sem a Gyurcsány Ferenc körül csoportosuló politikai közösséghez, sem a Orbán Viktor körül csoportosuló Fideszhez. Na jó, de ez annyira kéne nyernie, hogy ne így legyen végül a közgyűlésben, hogy a két nagy tömb nézőnnel szemben annyira nagyon kéne nyernie, ami azért nem reális. Nézze. Nyilván, ha én is egy hivatásos politikus lennék, akkor azt mondanám, hogy meg fogjuk nyerni, és többségünk lesz. Én is nyilván érzem azt, amit mond. Azért azt is érzem viszont, és szerintem az elmúlt két hét belpolitikai eseményeit megnézzük, talán érthető is, hogy miért, hogy ez a kiábrándultság azért elég erős Budapesten, és azt gondolom, hogy a várakozásoknál nagyobb lesz azon listáknak a jelenléte a fővárosi közgyűlésben, és itt nem csak a miénkre gondolok, ahol a civil szervezet az nem én vagyok, hanem azt kértem az LMP-től, hogy a listánknak legalább 70%-át civil szakértők ből állíthassuk össze, és ne egy pártpolitikai lista legyen, hanem... Arra gondoltam, hogy az ön nevét viseli a civil így van, szervezet ez pontos így, hát hogy a szavazólapon ez könnyen felismerhető legyen, hogy melyik listát vezetem. És nyilván azt kérem, hogy aki főpolgármester jelöltként támogat majd, az a listán is ezt tegye meg, éppen azért, hogy minél inkább tudjunk ellentartani ennek a két nagy pártpolitikai tömbnek, ami minden budapesti ügyet arra használ föl, hogy egymásra mutogasson, egymásra panaszkodjon, és az országos meccset akarják mindig lejátszani Budapesten. Mindig az történik, hogy az országos politikáról van szó. Egy nagyon világos példát hadd mondjak. Van a fővárosi közgyűlésnek egy olyan jogköre, hogy fölterjesztési joggal élhet az országgyűlésnek. Most nyilván, hogy az országgyűlés ezt figyelembe veszi, vagy sem, az egy szintén fontos kérdés, de egy ilyen kérdésben éltek felterjesztési joggal mostanában. A közvetlen köztársasági elnök választást kezdeményezte Novák Katalin lemondása miatt a fővárosi közgyűlés. Na most könyörgöm, ez nem egy budapesti ügy. Tényleg annyi minden van, amiben föl kéne lépni a kormányzattal szemben a fővárosnak. Lehetne kezdeményezni, és én fogom is, hogyha megválasztanak a budapestiek, hogy legyen végre egységes parkolási rendszer, hogy ne minden kerület külön szórakozzon, külön parkolóautomata cégekkel, a BKK lássa ezt el, rakjuk ki ezeket a magáncégeket a parkolásüzemeltetésből, és szűnjön meg az is, hogy mindenki külön menedzselgeti a parkolást. Ezzel például lehetővé válna, hogy a parkolóőröket átképezzük a fővárosi rendészet állományába, ahol 30%-kal csökkent a fővárosi rendészek száma Karácsony Gergely főpolgármestersége idején 210-ről 145-re, és ezt visszapótoljuk, és létrehozunk egy olyan BKK rendészetet,
aminek segítségével a tömegközlekedési járműveken a messziről bűzlő, nőket tapogató, a többi utastársát zaklató utasok ellen fel lehet lépni, ennek és az utazási szabályokat érvényesíteni. Teljesen nyilvánvaló. Amik hiányoznak, vagy amik visszalettek fejlesztve az elmúlt pár évben, mondjuk 2019 óta, arra mindig az a válasz, mert a kormány elvon. És akkor számtalan milliárd forintot szoktak sorolni a fővárosi vezetők, legyen az Kisamlós, Tüttőkata, vagy éppen Karácsony Gergely, arról, hogy mennyi módon sarcolja a fővárost a kormányzat. Ön ennek véget tudna vetni? Én azt nem ígérem, hogy Orbán Viktor kormánya hirtelen Budapestet elkezdi a tenyerén hordozni, hogyha én leszek a főpolgármester, hiszen nem a Fidesz jelöltje vagyok. A Fidesznek van saját jelöltje, Szentkirály Alexandrának hívják. Én azt tudom vállalni, hogy annak a fajta logikának, ahol a főpolgármester kizárólag országos politikai szempontokat néz, az ellenzék permanens miniszterelnök jelöltjeként lép fel, viselkedik, és aztán el is indul mindig ezeken a miniszterelnök jelölti választásokon, kivéve, hogyha a villamos esetleg megakadályozza ebben. Ehelyett egy olyan fajta, amikor ez lehetséges együttműködést kereső, és a kormánnyal azokat a helyzeteket, ahol esetleg számukra is érdekes lehet valamit a budapestiek érdekében végre fejleszteni, az ilyen helyzeteket kereső főpolgármester leszek, aki viszont kíméletlenül el fogja azt mondani, hogy a kormány nem végzi el a feladatát Budapesten, például a kórházak esetében az, hogy egyetlen centrumkórház beruházás sincsen a folyamatban Budapesten, mindegyiket leállította Lázár János, legyen az a Honvéd bővítése, a délpesti bővítése, vagy a délbudai centrum kiépítése, hogy a sürgősségi osztályokon 6-7 órákat kell várni, és ha én budai lakcímkártyával bemegyek egy pesti ügyeletre, akkor átküldenek vissza Budára, mert nem látják el a budapestieket mindegyik kórházban. Tehát olyan működési zavarok vannak, amikre szerintem igenis a főpolgármesternek fel kell hívni a figyelmet. Itt is az van, hogy meg kell próbálni persze meggyőzni az egészségügyi kormányzatot, hogy ne így menjenek a dolgok, de egyébként, ha kell, a kormánnyal szemben ki kell állni. Érez ennyi lobby erőt maga mögött, hogy ezt el tudja érni annál a kormánynál, amelyiknek eddig az volt a célja, ha nem is kimondva, de elfogadva azt a helyzetet, hogy ne legyen nagyon jó a fővárosi vezetésnek? Én azt látom, hogy vannak olyan polgármesterek, akár mondjuk Ferencvárosban, itt Budapesten Baranyi Krisztina, vagy a második kerületben Őrsi Gergely, vagy akár Szegeden Botka László, akik ről szerintem nem megkérdőjelezhető az, hogy ellenzéki alapállásúak, de mivel nem folyamatosan országos politizálni szeretnének, nem folyamatosan panaszkodni szeretnének, ezért nagyon is meg tudnak állapodni ezzel a kormánnyal, amikor ez szükséges, legyen az egy szegedi lézerközpont, vagy legyen az a ferencvárosi szakrendelő teljes felújítása, és egyébként pedig a lehető legtöbbet próbálják azon keretek között elvégezni, amit az önkormányzatoknak ez a kormány a mai Magyarországon meghagyott. Egyébként pedig persze, abszolút igaz az, hogy a szolidaritási adó révén nőtt a fővárosra kirótt adóteher, és szerintem sem helyes ez. De a főváros vezetőinek kommunikációja minimum zavaros és következetlen. Egyik nap Karácsony Gergely azt mondja, hogy itt 300 milliárd forint van fejlesztésre, és napról napra jelent be olyan projekteket, amiket már egyébként 5 éve megígért, és semmi nem történt az egész ciklusban ezügyben, de ha ezt el is nézzük, hirtelen most nagyon sok új fejlesztést jelent be itt a kampány kezdetén. Jó, de ezekre nem most kell költeni, tehát hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton legyen megint villamos, az nem mai kérdés, ezt meg kell tervezni, majd 27-ben hallottuk. És nem tervezték meg eddig, szerkesztő úr. Tehát a ciklus eleje óta én abszolút támogatom, hogy legyen villamos. Na de hát mi történt az elmúlt 4 évben, azt már ne állítsuk, hogy arra nem volt 100 millió forint, hogy a terveket elkészítsék. Aki nem tud tervezni, amikor a BKK-t vezettem 2010 és 14 között, azért Tarlós István volt ugyan a főpolgármester, de akkor is mondjuk úgy, hogy kapta az ívet a fővárosi vezetésétől a kormánytól. Lázár János akkor még miniszterelnökséget vezető miniszterként 14-ben megpróbálta az összes fejlesztési forrást elvenni Budapesttől, amíg a 3-as metró felújítására szólott. És akkor még nem akkor volt hozzá ennyi lehetősége, mint most. Most sikerült. Igen, de akkor folyamatosan azt csináltuk, hogy mindenben voltak kész terveink a fiókban. A budai fonódó villamos hálózat, amire én nagyon büszke vagyok, nagyon sokat dolgoztunk rajta, sose lett volna meg, ha nem az történik, hogy megyünk előre, tervezünk, és amint valahol egy rés volt a pajzson, oda tudtunk kiférni, és tudtunk uniós forrás szerezni a fővárosnak. Itt most Facebook posztok készülnek, egyetlen ilyen beruházás nincs megtervezve. A rakpart, ami Karácsony Gergely egyik fő ígérete volt, tervei mindmáig nem készültek el, a Bajcsy villamos tervei mindmáig nem készültek el. Az volt az ígéret, hogy a városháza előtt nem egy autóparkoló lesz, hanem egy gyönyörű új köztér. Ehhez képest még mindig autók parkolnak ott egy ilyen murvás parkoló. Hadd kérdezzek valamit, mert hogy több dolgot is kellene még kérdezem. Szentkirályi Alexandra a kormánypárti kihívója most már, vagy ön a
nem is tudom, ellenzéki kihívó, független kihívó, maradjunk ennél a kifejezésnél, aztán majd az LMP rakja magát ebben, ahova akarja. Szentkirályi Alexandrától hallott valaha valamit Budapestről? Tud bármiféle Budapest programról? Hát, azért kérdezem, mert nem is támadja, azt feltételezem, hogy nem látja, hogy mivel lehetne. Hát én, úgy, volt olyan főpolgármester helyettes, de hát azért az elmúlt években őt a kormány szóvivőjeként ismerjük. Ő ebben a főpolgármesteri kampányban egy dologról ismert, mert semmi más nem csinált eddig, fölment a Gellérthegy tetejére, lenézett Budapestre, és annyit mondott, hogy Gyurcsány. Na most hát ez látta onnan. Ez lehet, hogy ez volt csak látható. Na most hát erre nehéz mit mondani, én nem is személyesen szeretném kormány szóvivő asszonyt támadni, mert hát teljesen világos, hogy a kormány szóvivője, ő azt mondja, amit a kormány képviselni szeretne Budapesten, és valószínűleg ezért nem mond túl sokat. Az én kritikám sokkal inkább a kormányzattal szemben van. Itt a valós budapesti aktort Lázár Jánosnak hívják. Na de az akkor... összes beruházást a centrumkórházaktól a Hévekig, a vasútfejlesztéstől a parkok, az új csepeli közpark kiépítéséig, amik szerintem mind fontosak, mind Lázár János állította le. Tehát az én kritikám inkább annak szól, aki valójában aktor, és hát ha a bejátszást megnéztem, az elején ők sem Szentkirályi Alexandrát mutatták, hanem Lázár Jánost ebben a bejátszásban, valószínűleg véletlenül. Viszont akkor ebben van annyi logika, amit ennek kapcsolatban mondani szokott, mondjuk Karácsony Gergely is, ő is visszaléptetik Szentkirályi Alexandrát, mert hogy harmadik ne legyen egy fideszes jelölt, és akkor ön ott marad, mint a Fidesz által támogatott, LMP által jelölt főpolgármester jelölt, és hát ez elég kínos lehet. Gondol erre? Az én nevem mellett az Egyesület, a civil szervezetünk és az LMP logója lesz. Szerintem ezek a fajta találgatások nem reálisak, és most egy másik tévéműsorban voltam, pont mielőtt idejöttem, fölkaptam azt az ingyenes újságot, amit ugye minden állomáson terjesztenek. Annak az van ma a címlapján, hogy Szentkirályi Alexandrának jók az esélyei, és az én jelöltségemről szó sincs benne, amiért én nem vagyok abszolút, vagy nem veszem rossz néven. Ez még egy darabig nyilván így mindenki lesz. Mindenki arról ír, amiről szeretne, jó, de szerkesztő úr, azt komolyan gondoljuk, hogyha a Fidesz azt szeretné, hogy én legyek a főpolgármester, akkor ennek így néznek ennek az újságnak a címlapja. Tehát, hogy én szerintem ezek ilyen mesterségesen kitalált vádak. Én azért indultam el ezen a főpolgármester választáson, mert szeretném meghaladni pontosan ezt a fajta logikát, ahol a két nagy több egymásra mutogat, és valaki vagy velünk van, vagy a másikkal. Azért Karácsony Gergely a bejelentés napján két nappal ezelőtt betolakodónak nevezett, aki betolakodik Budapestre. Na most azért nem, én... nem budapesti értelemben, hanem politikai értelemben gondolta ő ezt. És az helyes? Tehát ha valaki elmer indulni egy budapesti választáson, akit nem Karácsony Gergelynek hívnak, vagy nem a DK jelöli... Hát arra gondolt, hogy a Fidesz felől érkezik. Az akkor betolakod. Tehát ugye ő mindig szereti Budapestet egy önálló köztársaságként jellemezni, Budapest köztársaságként, amit én nem is teljesen értek, hogy mit jelent. Na de ha ez Budapest egy ilyen befogadó és nyílt köztársaság, akkor ott nem lehet elindulni a választáson, és betolakodónak hívják azt, aki egyébként itt élt világ életébe, és 20 éve szerintem az ATV nézői azért emlékeznek arra, hogy nem ma kezdtem el először Budapestről beszélni. 20 éve a legkülönbözőbb minőségekben azon vagyok, hogy Budapest egy jobb hely legyen. Ebben voltam civil aktivista, voltam Tarlós István alatt BKK vezérigazgató, aztán Nem emlékszik nagyon szépen most, legalábbis a nyilatkozatai alapján, pedig elítélően gondol arra néhány évre, amíg ide akartam kiukadni, hogy aztán voltak vitáink Tarlós Istvánnal, amit szerintem szintén a nyilvánosság megismert, mert nagyon másképp gondolkodtunk arról, hogy egy 21. századi fővárosnak hogyan kellene. Na, ha már mutatta azt a címlapot, ott is ott van Magyar Péter személye, ön utalt az elmúlt két hét turbulenciáira, amik itt a politikában elég rendesen megrázták a közvéleményt. Van kapcsolat a Magyar Péterre? Erre már kapott kérdést, és nem válaszolt egyenesen. Nincs kapcsolatom Magyar Péterrel, és az, hogy én próbálom követni az ő közéleti szerepvállalását, úgy fogalmaztam tegnap egy másik interjúban, és ez nem változott meg azóta, hogy leginkább Pottyondi Edinának azt az álláspontját éreztem magamhoz közel, aki valami olyasmit írt, hogy óráról órára változik az, hogy pontosan hogy látja az ő mozgását. Én is ezt tapasztalom. Meglátjuk, hogy az ő közéleti szerepvállalása pontosan milyen eredménnyel jár. Köztünk ilyen típusú kapcsolat nincsen, és én nem ismerem őt korábbról sem. Vitézi Dávid, köszönöm szépen. Köszönöm én is.